2017 harmadik negyedévében a Nemzeti Adó és Vámhivatal a 10 és 100 millió feletti adótartozók listáján 2889 magánszemélyt és 1856 társas vállalkozást tartott nyilván. 2018 első negyedévében ezek a számok magánszemélyek esetében emelkedtek. Itt 2969 adótartozót tartanak számon, míg társas vállalkozás esetében 1791-re csökkent a fekete listán szereplők száma. Magyar Norbert elmondta, a listáról csak abban az esetben lehet lekerülni, amennyiben a tartozás kiegyenlítésre kerül. Nemzeti Adó és Vámhivatal 180 napon túl tartozók listáját negyed évente közzé teszi a honlapján. Ez azt jelenti, hogy magánszemélyek esetében a 10 millió forint feletti tartozással rendelkezők jelennek meg ezen a listán, illetve a társas vállalkozások esetében a 100 ezer forintot meghaladó tartozók jelennek meg. Nagyon fontos megemlíteni, hogy ezek a tartozások nem folyamatosan keletkeznek, hanem egy-egy végrehajtási eljárás során jelennek meg ezek a tartozások, illetve egy-egy akár vagyonosadási vizsgálat során buknak ki ezek a nagyobb összegű tartozások. Ilyenkor az adózók akkor kerülhetnek le a listáról, hogyha a tartozásokat már kiegyenlítették. 2018. január 1-től az adó végrehajtások területén is változások történtek. Ugyanis ettől az időponttól kezdve a Nemzeti Adó és Vámhivatal általános végrehajtási hatósággá vált. Ez azt jelenti, hogy például a jogosulatlanul felvett álláskeresési, szociális vagy gyermekvédelmi ellátásokat is az adóhivatal követeli majd vissza. Végrehajtási eljárások menetében az a változás történt, hogy egyébként az adók, illetve a vámtartozások behajtásán túl, ugye köztartozásokat is a Nemzeti Adó és Vámhivatal hajtotta be, most már az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti tartozások is, illetve végrehajtási cselekmények is Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz tartoznak. Ez azt jelenti, hogyha valamilyen olyan jellegű megkeresést kapunk, amely akár például épületbontására vonatkozik, vagy bármilyen más jellegű végrehajtási cselekményt kell végrehajtani a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak, akkor azt a kollégáink fogják megtenni, illetve a megfelelő cégek bevonásával az adós terhére és költségére fogják elvégezni azt a fajta munkát, amelyet nem volt hajlandó a végrehajtási eljárásban résztvevő személy megtenni. Könnyítés lehet azonban az adósok életében a fedezett csere lehetősége. Ennek értelmében az adós kérheti, hogy lefoglalt ingóságát oldják fel a foglalás alól, amennyiben olyan vagyontárgyat ajánl fel, mely a tartozás értékét eléri.